Maja Lönde, Hónövér, 14. fejezet A Városi Park kis minden télen pályát alakítottak ki. Oda beszéltünk meg találkozót Hedviggel. Sötétedett, amikor odaértem, minden kékes fényben úszott, és a pálya mentén magas, sárga utcai lámpák gyúltak. Úgy nézett ki, mint egy sárga kerek bolygó a nagy kékség közepén. Jóval előbb megláttam Hedviget, mint ő engem. Övé volt az egész pálya, és ki is használta. Hallottam, hogy karcolja a korcsolyája a jeget, ahogy a pálya egyik végéről a másikra siklik. Hedvig teljesen biztosan állt a lábán, és úgy mozgott, mintha egyáltalán nem kellene hozzá erő. Lendületet vett, ugrott egyet a jégen, és biztonságosan lábra érkezett le. Aztán kettőt fordult, és piruát belendült. Csak pörgött, 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 nem szédült el. Pörgött és pörgött, mint egy szeplős búgócsiga piros kabátban. Aztán észrevett, és felderült az arca. Noál! Odasiklott, és közvetlenül előttem hirtelen lefékezett. Hoztál korcsolyát? kérdezte. Hoztam, felálltam, de nem vagyok olyan ügyes, mint te. Távolról sem. Viszont jól tudsz úszni. Leültem egy padra, és megkötöttem a korcsolyámat. Fekete hoki korcsolya volt, amit anya vette egyszer egy bolha piacon. Egy kicsit széles volt rá, de és nyomta a lábújjaimat. Igazából sosem igazán rajongtam a korcsolyáért. de Hedvig kézen fogott és kihúzott a jégre. Gyere már, nem fogsz elesni. Olyan merevnek éreztem magam, mint egy bot. A jég minden egyes kis egyenetlensége egyre nagyobb félelemmel töltött hogy el, hogy elesem. Nyugi, szólt rám Hedvig, bíz bennem. Jó, mondtam, Na, és nagyon igyekeztem. Lassanként valóban könnyebbé vált. Éreztem ugyanis, hogy Hedvig vigyáz rám. Valahányszor kezdtem elveszteni az egyensúlyomat, jó erősen megfogott. Megy ez, mondta Hedvig. Utána leültünk a padra, Hedvigre sandítottam. Kipirult az arca, mosolygott a szeme, és bár nagyon vidámnak tűnt, és bár sejtettem, hogy tönkreteszem ezt a szép pillanatot, nem álltam meg, hogy ne kérdezzek rá Henrikre. Megint láttam a kulcsos embert, mondtam. A kulcsos embert, aki a házatok előtt járkált. Hedvig elfordult tőlem. A korcsolyája órát bámulta. Az egyikkel a földet ütögette. Korcsolyázunk még? kérdezte. Vagy már haza kell menned? Kiderítettem, hogy Henriknek hívják. Közöltem. Erre összerezzend. Henrik, motyogta. Szerintem el kellene mondanod ki ő, és miért félsz tőle? Hedvig továbbra is a korcsáját bámulta. Úgy tűnt először nem tud, mit felelni, de aztán végre felém fordult. Nem félek tőle. Komolyan nem. Nem? Akkor mi a baj? Még nem beszélhetek róla, felállt a halkan, de remélem ettől még barátok maradunk. Persze, hogy ettől még barátok maradhatunk, csak nem értem, miért nem beszélhetsz róla. Te sem akarsz mindenről mesélni nekem, válaszolta Hedvig. Dehogy nem, felálltam, nincs sok titkom. Például a nővéredről alig mondtál valamit, de be, persze, én sem nyaggatlak ezzel. Az ember nem mindent mesélhet el a másiknak azonnal. Egyszerűen gombolc ült a torkomba. Hedvignek igaza van, rendes tőle, hogy nem nyaggat. Kivárom, amíg készen állsz rá, mondta Hedvig, de szívesen hallanék róla. Amint készen állsz rá. Nagy levegőt vettem. És ha készen állok? Most? Igen, most. Bármennyi időm van, hogy meghallgassalak. Van hozzá bátorságom? Az iskolában több tanár is megkérdezte, szeretnék-e beszélni a történtekről. De valahányszor megpróbáltam állni múltan. Nem éreztem fontosnak, hogy meséljek róla. Sem helyesnek. Ráadásul Juno mindenki ismerte, és azt hiszem, ettől még nehezebb lett az egész. Hedvig sosem találkozott csunóval, a családommal sem, sőt, néhány nappal ezelőtt velem sem. Mégis, vagy talán éppen ezért úgy éreztem, rajta kívül nem lenne más, akinek mindent el tudnék mondani. Egyszerre helyesnek és fontosnak is éreztem, hogy meséljek róla, mintha felgyűltek volna bennem a szavak, mintha elő akartak volna törni. És akkor elkezdtem mesélni Junóról, a nővéremről. Johnról aki a legvidámabb ember volt, akit valaha ismertem. A nővéremről, aki mindenki másnál hangosabbnál, hangosabban nevetett, mindig viccelődött és kiséheves volt. Aki gyorsabban nőtt mindenkinél, akit csak ismertem, kis ilyen utolérte apát is. Magas volt, szőke és harsány. Hagyta, hogy mellette aludjak, ha rémálmok gyötörtek. Megsimogatta a fejemet, és azt mondta, nem történhet semmi baj. Mégis történt valami, és nem értettem hogyan. Juno hirtelen csendesebbé vált. Már nem nevetett olyan sokat, nem lármázott annyit, nem is viccelődött. Amikor pedig éjjel bemásztam mellé az ágyba, elfordult és megkért, hogy hagyjam békén. Beteg lett? kérdezte hát vég. Nem, feleltem. Illetve nem rendes betegsége volt, mint az influenza, meg ilyesmi. Valamiféle szomorúság tört rá. Aztán tovább meséltem. Arról, hogy Juno már nem bírt iskolába járni, csak otthon feküdt, hogy anyáik is egyre hallgatakabbá váltak, mert nem tudták, mit tegyenek. Juno pedig, aki addig olyan gyorsan nőtt, furcsa módon kezdett összezsugorodni. Csak feküdt az ágyon, és egyre jobban lesományodott, mert annyira szomorú volt, hogy enni sem volt kedve. Ezt minden mondtam Hedvinnek de aztán szünetet kellett tartanom. A legszörnyűbb rész ugyanis csak most következett. Hedvig megfogta a kezemet. Azt hittem, láttam rajta, mennyire fáj, ugyanakkor jól is esik, mert nyár óta, azóta, hogy Juno meghalt, senkinek sem beszéltem erről. Végül annyira lefogyott, hogy kórházba került. De az csak jó, nem? Hedvig megszorította a kezem. Kellett vennem néhány nagy levegőt, hogy tudjam folytatni. Nem. A kórházban még rosszabbul lett. Feleltem. Tudod, gyulladást kapott. Pedig már amúgy is nagyon legyengült. És abba halt bele? Igen, mondtam. Abba. Nem lett volna szabad meg történnie. A kórházban azt mondták, ilyesmi nem történhet. Anyáik is azt mondták, hogy ilyen nem történhet mégis bekövetkezett. Éreztem, hogy valami meleg csorog lefelé az arcomon, és elfordultam, hogy Hedwig ne lássa. Aztán elengedte a kezem, és két karjával átölelt. Istenem, Noál, mondta. Arcát az enyémnek nyomta, és éreztem, hogy a könnyei összefolynak az enyémmel. Jó darabig némán ültünk ott. Aztán elengedtük egymást. Hedvig levette a kesztyűjét és megtörölte az arcát, meg az enyémet. Meleg volt a keze. A könnyek is vízből vannak, mondta. A vízből pedig hó lesz. Nem tudom, ezt vigasztalásnak szánta -e, minden esetre szépen hangzott. És most milyen? kérdezte Hedvig. Most? kérdeztem vissza. Milyen nálatok otthon? Nem tudom. Minden nagyon csöndes és úgy tűnik, mintha anyáéknak eszükbe sem jutott volna, hogy megünnepeljük a karácsonyt. Azt hiszem, elfelejtették, hogyan kell. De hiszen azt muszáj, mondta Hedvig. A karácsonyt meg kell ünnepelni. Nem tudom, feleltem. Azt mondtad, hogy Juno mindig nagyon vidám volt, emlékezett Hedvig. Igen, azelőtt, hogy nagyon szomorú lett. Ő volt a legvidámabb ember, akit ismertem. De úgy látszik, anyáék ezt is elfelejtették. Hedwig megfogta a kezem, és finoman szorította. Még sztráncsa, hogy ott vagy nekik, noál? Ezt hogy érted? Megmutathatod nekik. Ráébreztheted őket.